Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentett Csetén község önkormányzatának testületi ülésén. Külön köszöntöm a helyi választási bizottság elnökét a mai alkalommal, hiszen a mai alkalom az lehet, ha jó ezen képviselőtestület életében, egy új képviselőkerül beiktatása és a következő másfél évben képviselőként fogja szolgálni Grenni Csizmadi Attila a település lakóit. A testületből jelenleg egy fő hiányzik, Hegedűs Bernadett, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud majd lenni velünk. A mai napirendi pontok a következők. Az első napirendi pont az önkormányzati képviselői mandátum kiosztása. A második napirendi pont a képviselőtestület 2023 évi munkaterve. A harmadik napirendi pont Csetényi Hulicser kastély felújító alapítvány alapító okiratának módosítása. A negyedik napirendi pont közszolgálati kegyeleti szerződés. A ötödik napirendi pont Csetényi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme. A hatodik napirendi pontban vegyes ügyeket fogjuk tárgyalni. Vegyes ügyekben tárgyaljuk a költségvetésnek a helyzetét, a 2023-as tervet, majd azt követően Csetényi önkormányzat által kivetett adóknak a felülvizsgálatáról lesz egy tájékoztató a lakosság számára. Szeretném kérdezni továbbá a tisztelt képviselőtestületi tagokat, hogy egyéb napirendi pont felvételekre van-e javaslat. Jó, hogyha nincs és elfogadják a napirendi pontokat, akkor kérem kész feltartásra jelezzék. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy öt igennel a képviselőtestület a napirendi pontokat elfogadta. A következő, akkor röviden, a Csetény község önkormányzatához, a polgárs hivatalhoz Nagyné Borosi Ildikó benyújtotta lemondását 2022. december 31-i dátummal. Én már jeleztem akkor is Ildikónak, és most is jelzem, hogy köszönjük az elmúlt bő három évben a munkáját, amit Csetén településért folytatott. Én azt gondolom, hogy mindenképpen veszteség a képviselőtestület számára, hogy ő távozik most körülünk. Indokált, az családi okokkal indokolta, amit nekem el kellett sajnos fogadni. De tudjuk azt, hogy mindennek a vége, az valaminek a kezdete. A 2019-ben a választás során a következő helyet a választók akaratából Grenné Csizmadia Tímea szerezte meg, akit felkértem arra, meginterjúoltam azzal kapcsolatban, hogy vállalja a képviselőséget és akar-e még dolgozni a továbbra is a Csetény településért, illetve a lakosságért, aki megnyugvásomra igennel válaszolt, amit én nagyon-nagyon szépen köszönök. És most az eskütétellel kapcsolatban én át is adnám a szót jegyzőasszonynak, majd azt követően ugye megkérjük a választási bizottság elnökét, hogy az eskütételt akkor majd folytassuk a témával, akkor át is adnám a szót. Jó? Köszönöm. Köszönöm szépen. Igazából csak röviden, mivel a polgármester már nagyjából elmondta a folyamatát ennek a dolognak. Igazából a Nagy Tiborné, benyújtotta a lemondását december 31-i hatállyal, és ugye a következő legtöbb szavazatot a 2019. október 13-ai választáson Grenné Csizmadi Attila érte el 349 szavazattal, ezért most, és vállalta is a felkérést, ezért most az ő képviselővé válásának lehetünk a tanulni. Én pedig akkor továbbadom a szót a HVB elnökének, Anikónak, hogy az eskütételt tegyük meg, az esküt vegyek ki a témától. Köszönöm. Én Grenné Csizmadi Attila. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom.
A képviselői tisztségből eredő feladataimat. A képviselő tisztségből eredő feladataimat. Csetény fejlődésének előmozdítása érdekében. Csetény település előmozdításának érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélye. Isten engem úgy segélye. És akkor az esküszövegét kellene. Itt van. És gratulálok, fogod a megbízó levelet, és sok sikert munkát. Köszönöm szépen. Gratulálom. Köszönöm szépen. Szavazhat. Köszönöm. Igen, illetve a képviselőtestület tagjait, akkor még most így soron kívül fejlődöm a figyelmet arra, hogy a vagyon nyilatkozatbeadási kötelezettségének január utolsó napjáig eleget kell tenni. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató anyagot jegyzőasszony kiküldtek. Itt az egyháztartáson élőkre vonatkozóan is le kell nyújtani a vagyon nyilatkozatot. Természetesen ezek zárulítékban kell, hogy benyújtsák őket, az eltevésre kerül, és amennyiben majd szükséges, akkor felbontásra is fog kerülni, de eddig erre még példa nem volt, remélem, hogy jövőben is így marad. A mai napirendi pont a következő. Ugye a képviselőtestület 2023-ai munkatervének az anyagát, amiről dönteni fogunk. Ugye alapvetően Magyarországon kormányzati törvények kimondja, hogy egy év alatt minimum 6 ülést kell tartania egy képviselőtestületnek, de a munkatervünk szerint minimálisan 2023-ban is ezt meghaladó ülések kerülnek megtartásra, hiszen minimum 10-zel tervezünk, de a 2014 óta szerintem a Covid volt az egyedül, amikor ezt kismértékben léptük túl. Szoktuk majd nagyon túlépni, volt már 20 fölötti testület ülés is. Mindenképpen én szeretném azt a tendenciát tartani a jövőben is, hogy minden hónap első szerdáján találkozunk, és testületülés formájában döntsünk azon előttünk álló feladatokról, amelyek szükségesek, illetve legyen egy beszámoló a településen történtekről, ahhoz, hogy napra készekedjünk és képzésen tudjuk a lakosságot. A nyári időszámításban valószínű a munkatárs szerint is el fogunk rendelni majd 2 hónap milyen szünetet, de azok a szünetek sem olyan, hogy kötelezően, hogy akkor nem fogunk testületülést tartani, hiszen bármikor jöhet egy olyan esemény, hogy döntést kell hozni, akár rendkívülés keretében, másban nem, ugye? Rendkívülés keretében, hiszen ez nem egy tervezetés lesz. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtestületet, hogy a elkészített munkatervvel kapcsolatban van esetleg bárkinek bármilyen kifogása, javaslat. Ha a munkatervet elfogadja a tisztelt képviselőtestület, akkor ezt kérem készfogadásra jelezni. Ennyibe? 6, igen. Az első szavak. Jó, köszönöm szépen a tisztelt képviselőtestületnek a szavazatot. A következő napirendi pontunk az a Holicser kastély felújított alapítótatának módosítása. Jó, akkor átadnám itt a szót jegyzőasszonynak. Ugye azért hozzátennék, hogy jegyzőasszony a sokadik jegyző, akinek foglalkoznia kell a Holicser felújított társaság ügyeire. Most talán már tényleg a végére tudunk érni ennek az ügynek. Köszönöm szépen. Dr. Ernő jogi képviselő úrral bogozzuk igazából ezt a történetet. A
ugye kaptunk a törvényszéktől egy felhívást, hogy itt az alapítóokirat módosítására szükség van. Egyrészt, mert a régi alapítóokirat a jogszabályváltozásoknak megfelelően más formátumban kell, hogy megjelenjen. Másrészt ugye itt a lemondással az elnöki tisztségről lemondott ugye Sári Attila elnök, és ugye akkor az, a kuratórium 4 főben maradt meg, és akkor ebből a kuratóriumból az elnöki pozíciót Bognár Barnabás vette át, és ugye most ezeket a tisztség módosulásokat át kell vezetni az alapító okiraton, illetve nyilatkozatokat is kell tenni a kuratóriumi tagoknak arra vonatkozóan, hogy ezt a tisztséget határozatlan vagy határozott időre vállalják, illetve ugye az alapító okiratban még ami módosításra kell, hogy kerüljön be kellett a törzstőkét építeni, illetve tehát ezeket a személyváltozásokat átvezetni, és még egy dolog volt, mindegy, tehát hogy a nyilatkozatokat is most már azt gyűjtöttem nagyjából mindenkitől, és akkor ezeket be kell csatolni a törvényszéknek a hiánypontlásra, és hát nem meglátjuk, hogy akkor milyen válasz jön vissza. Lehet, hogy még majd kell igazítani rá, de elvégben most annak az előírásnak megfelel, amit a törvény előír, hogy hogyan kell az alapítókiratnak átfogalmazódni. És akkor igazából, mivel a képviselő, az önkormányzat az alapító, ezért az alapítókirat módosítását a testületnek jóvá kell hagyni, és ezért van most itt a napirendi pontok között. Ezért kérjük, hogy ezt a képviselő testületnek hagyni jóvá. Kérdésem van, nézem itt a alapítókirat tervezet módosításában. A 6-os 7-es pont, egyik a 6-os az alapítvány célja, a 7-es az alapítvány tevékenysége, és szerintem ez 2-1 is ugyanaz. Mármint tette, hogy ez helyes, így van? Hát igazából ugye ügyvéd úr készítette a tervezetet, mondom, tehát hogy a mostani kiadott útmutató szerint, hát azért mondom, hogy tehát azt tudjuk a hivatalokról, hogy egy törzstani bejegyzés nekünk is, tehát 3 hétig is eltart, ellevelezgetünk egymással, mert mindig találnak valami kiegészíteni valót, de elvégben most a ügyvéd úr így készítette el. Elképzelhető, hogy a 2 akár teljesen mindig, csak eseleti elvégzése volt. Igen. Tevékenység elvégzés. Ez nem véletlen az ennek, mert nem véletlen, hanem tehát igazából az alapítókiratnak tehát hogy a tematikája, ez a kéri a célt is, meg kéri a tevékenységet is, és hát gondolom, hogy a cél és a tevékenység az szinte ugyanaz vagy hasonló, és ezért van a 2 helyen ez. Hát akkor a tevékenységeknél lévő egyező leírás a célokkal szerintem bármilyen furcsa elfogadható, hiszen az elvégzett tevékenységek végrehajtásával írjuk majd a céljainkat. Amikor beadjuk és ezek a sorok hiánypontlás érkezik a feletteszet, akkor szükség esetén módosítjuk, de hogyha ugye elolvassuk az itt lévő célokat és tevékenységeket, mindkét helyen ez elfogadható, tehát itt a kijelzések, a meghatározott, tényleg alapvetően ezek helytálló. Jó?
Akkor úgy elfogadjuk ezt a javaslatot, hogy akkor ilyen formában benyújtásra kerül, hogy azt kérem készfogadásra jelezzük, jó? Hát igen, köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk az, az közszolgálati kegyeleti szerződés. Itt nem fogunk dönteni a szerződés megkötéséről, hiszen a szerződés jelenleg még nem tartalmaz díjakat. Én azt gondolom, hogy egy nagyon régi hiányosság az, amit a jegyzőasszony felhívta a figyelmet, és meg kell oldanunk. Talán a legrégebb volt a itt ülő képviselő, Zsolt, te vagy a rendre. Melyik volt? Nem tudom, hogy kezdetek tőle. Én 98 voltam. Zsolt, te? Vagy egy ciklus. Ja, te, nem egyik együtt voltam, 98, de Jánosnak. Jó. Emlékeztek ti, vagy valaha kötöttük szerződést a temetőre, mint temetkezési vállalkozóval? Sose volt. Így van, ez egy hiányosság. A jelenlegi szolgáltást végző temetkezési vállalkozóval egyeztetni fogunk. Az így szerződésben foglaltak betartásáról azoknak jobb következményéről, illetve természetesen egyeztetünk annak a díjáról is, a szolgáltás tartalmáról. Itt a képviselőtestületre ismerhette ezt a szerződésnek a tartalmát. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy maga a temető úgy néz ki, ahogy kinéz, illetve a fejlesztéseinkre is, amiket ott megvalósítottunk. Bár a temetőnek a kinézete az az önkormányzat saját hatáskörben dönt arra, és azt maga finanszírozza, hogy azzal, hogy ott valójában gondolkodni alkalmazunk. És a temető fejlesztése úgy szintén az önkormányzat saját anyagi erejéből, illetve pályázati forrásokból lehet mindig megvalósítva, akár hogyha a halottas hűtőt nézzük, de akár az elmúlt években kialakított végre normális illetlenséget, de azt hiszem megcsináltuk a szennyvíz csőnek a teljes kivezetését sok-sok méteren keresztül, tehát tényleg az önkormányzat jelentős anyagi erőforrást tesz abba bele, hogy a fő köztemetőnk az ilyen állapotban legyen. A vállalkozó a temetési szolgáltást a rábízott tárgyakat vigyáz rá, jól végzi. Ez kérdés nem fél. A vállalkozó a településen folytatott tevékenysége után az önkormányzat számára épülizési adót is fizet, tehát tényleg panaszol nem lehet. Ettől függetlenül a maga az, hogy ilyen szolgáltás kerül elvégzés a településen, ez mégis ugye évente sajnos tudjuk, hogy mennyi temetés van nálunk. Ennek értékéből adódóan szerződéses kötelezettséget észszerű és javasolt szerintem kötni. A vállalkozóval majd egyeztetünk arról, hogy esetleg az önkormányzat megnövekedett terheiből mit tud átvállalni, milyen mértékben tud átvállalni, és én bízom benne, hogy sikerül egy olyan megoldást találunk, ami a következő 4-5 évre biztosítja majd mindkét fél számára azt az elégedettséget, amit az elmúlt sok-sok évben, már évtizedben is tapasztalhattunk. Jó? Tehát nem tudom, hogy érzi azt, vagy van-e a képviselő testületnek esetleg javaslata az itt megismert szerződés tervezettel kapcsolatban, hogy még esetleg mit tegyünk bele, hogy megfelelő a 90 napos felmondás, ami benne van az időtartam, amire szól. Azt kapcsolatban egy kérdésem. Egy kis bevezetés, ugye a NDV, hogy mit határoz, és itt az, hogy a szerződés érvényesség ideje 5 évnél rövidebb, és 15 év hosszabb nem lehet. Tehát ez most a terv szerint 5 éves időballumra készítettem el, ez egy terv. De nyilván a testület döntött arról, hogy ez hosszabb lesz. Csak ugye nézem, az jó, akkor 23 február 1 és 27 január 31. Akkor az nem. Az még egy kell. Az szerintem kevés. Igen. 23-24. Akkor az 28 február, az január 28, január 31-ben kérem. Az első évben jár 24-ben, második 25-ben, harmadik 26-ban, negyedik 27-ben, ötödik 28-ban. 28, január 31-ben kérem. Jó? Hogyha minimum. Igen, szerintem a minimum időtartalom a megkötés az jó. Tehát ha
annál tovább nem lett, hiszen a szerződésbe való kilépés az mindig egy nehéz ügy, a határozatai szerződésnek meg lejárta, oké, hogy fel lehet mondani, de a rendkívül felmondásnak mindig megalkozottnak kell lenni. Közös megegyezésre szerződés felmondani, meglehetősen nehéz és költséges. Jó, tehát az 5 év az szerint az én állásnak teszek rá. Ráadásul a jelenlegi szolgáltatás kész vállalkozó pont jövő. Jó. Jó, oké, akkor én erről egyeztetek, és a február testület ülésen ennek a szerződésnek a kitöltött verziójával jelentkezik. És most mi van akkor, hogy valaki másra akarnak? Jelenleg? Igen. Hát az önkormányzathoz bejelentik, és megérkezünk. Van rá szabály. Van ilyen? Igen, igen, tehát a rendeletben van szabályozva, hogy hogyha, tehát hogyha nem ő a szolgáltató, akkor aki a temetőben végez valamilyen tevékenységet, akkor ötben igen fizetni kell. Tehát valamilyen tevékenység, de nem sírt csinál, hanem... Az más a sírt, nem? Temetési szolgáltást mondok. De akkor van ilyen? Igen. Igen. Kérdőmás is. Azért mondom, hogy kizárólagos jogot nem tudunk adni, mert van olyan, aki mondjuk most mondom, hogy Gyulán, de csetélyi születésű, ide akar eltemettetni magát, és mondjuk az ottaniakat érik meg. Persze. Szerintem azt én értem, amit mondasz, az a szállítása van. Nem a szállítása. De van ilyen, hogy nem az. Volt már? Volt. Mert ha nem volt, akkor is lehet. Hát például, de... Nem, van díja, én úgy emlékszem, tehát, hogy a temetőrendelet, mert ugye ez komplex, tehát egy temetőrendeletnek kellene lenni a mellékletének, illetve egy melléklete van a díjakra vonatkozóan, mert ugye van a most, amit kiegészítettünk, ugye az urna megváltásának a díjai, igen. Tehát, hogy ez nem kizárólagos jogadunk? Nem. Kizárólagos jog az szemelentő összeget. Igen. De hát megnézem a következő ülésre, hogyha ez is kiderül, és akkor úgyis így komplexen kell ugye ezt a végezet kezdeni. Jó, oké, tehát csak a végezetben. A kizárólagos jog adásával kapcsolatban nekem az a megjegyzésem, hogyha kizárólagos jogot szeretnénk venni bárki, akkor azt én mindenképpen versenyben szeretném. Szerintem nem akarna senki kizárólagos, mert ez a lehetőség... Kivéve egy vállalkozó. Jó, értem, de hát mi a valami idő? Tehát ez az önkormányzatnak egy kötelező feladata, hogy ezt valahogy biztosítsa, és ezt így tudja biztosítani, hogy költ egy közszolgáltatási hiányból. Értem, csak hogy ez nem azt jelenti, hogy más. Valakivel, de nyilván ezen kívül bárki ezt vállalkozó idejület és a... Jó, hát legyen. De úgy, én mondom, foglalkoztam irányból, a medékletedben van ezt, hogy mennyit kell fizetni. De ha nem, akkor még ezt is előveszik, és akkor ezt is lehet szabályozni. Jó, akkor a kolajában arról döntünk, hogy a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert azzal kapcsolatban, hogy a temető pontos nevét, hogy a közszolgált kegyeleti szerződés témájában a jelenleg szolgáltatás végző vállalkozóval egyeztetéseket folytassuk a szerződés megkötésével. Jó? Aki ezt elfogadja, az kell készfeladásra. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk az a Csepény Polgári Egyesület támogatási kérelme. Igen, a Csepény Polgári Egyesület lakosság egész szolgálja, és fontos munkát végez szerint a településünk számára. Mikor érkezett az újabb kérdés, hogy szeretnének támogatást kapni a működési közben, hogy nagyon nehéz már nekik a működés, akkor én kicsit úgy meglepettem, hogy már megint, és természetesen bekértem adatokat azzal kapcsolatban, hogy a felhasználásokkal kapcsolatban, és hála Isten, vagy sajnos, meg kell állapítani azt, hogy a őrájú bizott anyagi javakat, támogatásokat mindig pontosan használják fel, mindig kezelve a Polgárőrség Egyesületének céljaira, soha semmilyen magánjuttatás nem szerepel benne, sem üzemanyag felhasználás oldalon, tehát tényleg rendkívül átlátható a gazdálkodásuk. Az, hogy olyan anyagi helyzetbe kerültek most,
most, hogy új volt támogatás hozzá a feladnak hozzánk, annak pedig az az oka, hogy ő rájuk már régóta nem volt érvényes a 480 forintos üzemanyagár. Ők már, amikor eltörlése került az a hatósági jár a gazdasági társaságok vállalkozások számára, akkor ők már az ementáron kellett, hogy megvásárolják az üzemanyagot. Ez olyan jelentős többletkiadást eredményezett számukra, ami indokolja azt, hogy tovább jövők támogatásra szorulnak. Különben a polgárőrség saját magán, tehát elismerés maximálisan, hogy még azt is bevállalják, hogy a díjmentesen nyújtott szolgáltatás, tehát hogy ők ott vannak és vigyáznak a falu népére, még tagdíjat szednek, sőt tagdíjat emelnek, hogy ők tehessék ingyen a dolgokat. Tehát szerintem mindenképpen példanélküli az, amit ők végeznek. Én nagyon szeretném azt, hogy még azért csatlakozzanak hozzájuk. Van egy-egy új, de szerintem alapvetően kevesen végzik ezt a tevékenységet, de legalább végzik. A 2022-es évben meg nem mondom hány nap voltak szolgálatban, hány órát tettek, de az biztos, hogy több szolgálatot adtak, mint ahány nap van az évben, hiszen nem egyedül végeznek szolgáltatot, hanem arra direkt odafigyelnek, hogy legalább mindig kette legyenek, hiszen tudjuk azt, hogy ha tanulra van szükség, akkor legalább a másik félnél egyen többen kell lenni, ők ezt a szabályt is alapvetően betartják. Most ez egy átmeneti támogatás lenne a polgárőrség számára, 100 000 forintot kértek, amit én szeretnék javasolni, hogy ezt biztosítsuk, és előzetesen már most szeretném jelezni, hogy ha a költségvetés helyzete engedi, akkor 2020-ban egyszer már benne volt a civil szervezetek támogatása, egész addig minden évben volt egy olyan sorunk, hogy civil szervezeteket támogatunk, de ugye 20-ban jött a Covid, és akkor gyakorlatilag már a pályázatokat be sem fogadtuk. A 23-as költségvetésben én újból szeretném betenni, hogy azt a sort, hogy civil szervezetek támogatásért jöhessenek hozzánk. A Magyar Falu Program az jelenleg nem lesz egy valós élő program, támogatási kéremeket majd lehet benyújtani, de dedikált költségvetési forrással a Magyar Falu nem fog rendelkezni. Az önkormányzatnál pedig ki fog kérni, amennyire a testület azt jóvá, hogy a civil szervezeteknek a támogatási lehetőségek. Lehet, hogy a döntések azok el fognak húzódni a júniusra, úgyhogy kérni, hiszen nagyon sokat fogunk látni azzal kapcsolatban, márciusban és május végén milyen adófeltöltéseink vannak, milyen adófizetési morál lesz a vállalkozók részéről. Látszani fog az is, hogy milyen jövőjük van a vállalkozóknak, tehát esetleg hol várható a visszaesések. Szerintem a civil szervezeteket majd, ha minden szép, akkor június-júliusban tudjuk ténylegesen forintással támogatni. A polgárőrség az mindig egy unikum lesz ebből adódóan, hiszen az ő szolgáltatások, szolgáltatók a teljes lakosságra vonatkozik. Én szeretném kérni a testületet, hogy soron kívül biztosítsunk 100 000 forint támogatást a polgárőrségnek. És ezt kérem is majd a hivatalt, hogy jövő héten kerüljön kiutalásra. Van esetleg kérdés, megjegyzés? Nincs? Jó, akkor elfogadjuk ilyen kész feladatásra. Köszönöm szépen. 6 igen. A következő napirendi pontunk, ezek már a egyéb ügyek, vegyes ügyeknek tartozik. Ugye 2023. február 15-ig szeretnék elfogadni a költségvetést. Minden évben beszélünk róla, hogy esetleg milyen fejlesztéseket valósítsunk meg. Ugye az előbb már szóltam a 2020-ról, hogy azután mennyire megváltozott minden. Most is van éppen egy problémánk itt a rezsi emelkedések miatt, tehát ezek a problémák továbbra sem szűntek meg. Ami talán szerencsésebb helyzetbe hozza az önkormányzatot, hogy az igazi nagy volumenű beruházásainknak valójában szinte vége van. Jelenleg a bölcsődének a kivitelezésre megy, ami határidőben jól áll. A fedezet az 95%-ban szerintem rendelkezésre áll. Biztos, hogy fogunk még kérni majd az államtól, valamint a háborús veszélyhelyzet miatt lehet kérni további támogatást, az miatt, mert a
az alapanyagárak rendkívüli módon emelkedtek. Most is születtek olyan döntések az építkezéssel kapcsolatban, hogy a tetőszigetelésnek az anyagminősége, hogy nem is anyagminőség rosszul, hanem hogy milyen anyagot használunk fel, hogy ott alternatív megoldás tett javaslatot a kivitelező, amit a műszaki ellenőr elfogadott, hiszen olyan anyagkiírás volt, aminek az ára ötszörösé emelkedett, de van egy alternatív megoldás, hogy ugyanazokat a hőszigetelési értékeket tudja, és az eredeti költségvetéshez képest csak 20%-kal emelkedett, nem 500-al. Tehát ezeket szerintem el lehet fogadni. Ezt én ezekre javaslatot sosem teszek, hanem mindig a felelős műszaki vezető, illetve a műszaki ellenőrünk az, aki ezeket a javaslatokat befogadja, vagy elutasítja, vagy elfogadja. Ugye az adóbevételeinkből adódóan, ugye ha a bázis adóbevételeinket nézzük, és csak azzal számolunk 2023-as évben, akkor talán mondhatnánk azt, hogy egy kicsit nyugodtabbak vagyunk, csak az a baj, hogy ha a bevételeinket bázison nézzük, az biztos, hogy a kiadásaink nem bázist fognak tenni, hiszen olyan erős inflációban jelenleg Magyarországot, aminek a kigazdálkodása jelentős problémát fog okozni az önkormányzat számára. Ez a közvilágítást, vagy ennek étkezésen át tényleg az egyéb általános működési költségeinkkel kapcsolatban is. Így nagyon visszafogottan fogunk tudni tervezni tényleg olyan új beruházásokat, amelyek a lakosságot szolgálják. Mindig bármennyiszer írjuk le az elvállalnak a projektjét, mindig jönnek újabb és újabb, mind a bumeránk, hogy miért nincs házebra, tök jogos a kérdés. A tervekkel kapcsolatban, hogy azokon már néhány szó túl vagyunk, én elsődleges szempontnak tartanám azt a közlekedésbiztonsági projektet megvalósítani, amit mi európai uniós forrásból szeretnénk, de azt is el kell, hogy fogadjam, hogyha egyszerűen nem jön pénz az Európai Uniótól, akkor a saját magunk költségvetésének a lehetőségéből lesz fontos a biztonságot növelni, ami az ebrákból ered. Maximum annyit tudunk csinálni, hogy az ebrákat tényleg felfestjük, egyet fel tudunk festeni a település központjában lévőt, hiszen ott van olyan közvilágítás kialakítva, ami miatt azt fel lehet festeni. De a másik kettőt, amit beterveztünk, ugye lent a Gufin Kft. Előtti résznél, illetve a Rappali húsboltnál lévő busz megállónál lévőt nem tudjuk felfesteni, mert hogy nem felül meg azon elvárásoknak, amit a szabály előír, mindkét oldalon járda kapcsolat, mindkét oldalon erősített közbeállítás, tehát ott olyan egyéb infrastruktúrás beruházásokat kell megvalósítani, ami több millió forintos nagyságrend. A település központja azt szerintem meg be tud venni, hogy akkor azt legalább meg tudjuk csinálni, mert hogy itt megvan. Tehát itt ezt meg lehet oldani, ott van egyszer közbeállításért, valóban meg lehet okozni, be kell majd kialakítani ennek. Én a magam részéről nekem az a javaslatom a testület irányába, hogyha meg lesz a pénz, az adóbevételék ezt lehetővé teszik, akkor annak az embernek a felfestését valósítsuk meg 2023-as évben. Illetve ugye van egy beadott pályázatunk, ami minden átment, minden megfelelt, viszont tartalékistára került, mert ugye még az EU-ból nem jön pénz, addig az önkormányzatok sem tudnak pénzt kapni. Ugye ez a csapadékvízelvezető árak rekonstrukciójának a második üteme, ez majdnem 5 kilométernyi csapadékvízelvezető árakot érint, hogy ott, ahol árakot akarunk megvalósítani, ott annak úgy van értelme, mellette megcsináljuk a járdát. De ha nem kapjuk még meg az EU-s pénzt a csapadékvízelvezető árakra, akkor addig ott nem szabad járdát csinálni. Meg kell vizsgálnunk azokat az utcákat, ahova nem lett tervezve a csapadékvízelvezető árok, és ott kell csinálnunk járdát. Akár nagyon régóta mondják, és jogos a kritika, a Hunyadi utcának a járda problémája, az, hogy kártyús az út az egy dolog. A kártyúkra vettek különben 5 mázsa aszfaltot, és majd megkezdjük a kártyúzás lehetőségéhez képest. De ott egy járda kialakítás azt szerintem teljesen valid, hiszen ott biztos, hogy nem fogunk árkot építeni, mert az ott kialakított árok, amit még az első projektben építettünk, azt szerintem tök jó. Azt, hogy milyen vizet vezet, az már megint egy kérdés, mert ott szerintem maximum felülről, ami lejön víz, azt kell, hogy elvezesse.
én abban túl sok hömpölygő vizet még nem láttam, de ott egy kiemelés, az út szélessége azt lehetővé teszi, hogy kiemelés, akkor ott egy járat kialakítása az ott élők elégedettségét biztos, hogy tudja növelni. Én a forrásainkból ilyen két projektre tennék javaslatot. Az egyik, hogy kezdjük el megvalósítani akkor az EBRA, a közlekedés biztonsági projektet egy nagyon kis körülésben, és a másik, hogy akkor ha van, lesz szabad forrásunk, akkor csináljuk meg kezdjük el a járdáknak az építését. Aszfaltozásban én nem mernék gondolkozni, mert hogy az olyan volumenű kiadást jelent, ami nevetséges méretű aszfaltozási feladatot tudnánk elvégezni. Látom én magam is, hogy az utcáknak az aszfalt burkolata már messze nem az, ami 10-15 évvel ezelőtt volt. Tehát folyamatosan romlik, mert használva rengeteg autó van a faluban, az időjárási körülmények, a változó hideg, meleg adódóan ezek folyamatosan romlik ezeknek az állapota. Azt egy olyan költségvetési években lehet majd megtenni, amikor az önkormányzatok ingyenesen jobb anyagi lehetőségekkel találkoznak, mint ami most rendelkezésünkre áll. Természetesen ezen fejlesztések mellett az egyéb pályázati forrásból történő fejlesztéseink mennek, tehát ez a saját erőből történő fejlesztések. Mind a kastélypincének a kialakítása, vagy a felújítása, mindent a foglalkoztatónak az építése, tehát ezeket a projekteket csináljuk 2023-ban, és ha lesz lehetőség, akkor majd még pályázunk is természetesen. A költségvetésnél még a kiadásaink mellett ugye látszik, hogy a rezsi módosításokkal is van némi gond, mert lekötött szerződésük van 2024. decemberig, ugye? A közvilágításra és az óvodára. Erre múlt héten az EON-ban, erre múlt héten kaptunk egy levelet az NVM-nek, hogy ennyi lesz az új díjszabás. Ami lényegesen több, mint a lekötött szerződésünk van egy szolgáltatott céggel. Ezt most ugye rákérdezünk, hogy mi történt, lemaradtunk valamiről. Tehát az önkormányzat a számláit szerint én úgy tudom, hogy minden számlákat határidőben fizetünk, ami a rezsivel kapcsolatos, pont azért, hogy nehogy az legyen, hogy azért mondanak fel meglévő jó szerződéseket, mert hogy szerződést szektünk. Tehát mi nem, nagyon sok önkormányzat tudatosan nem fizeti a rezsiköltségeket. Én nem szeretném azt, hogy mi ne fizessünk a rezsiköltséget, fizessünk ki mindent, és hát én mindig jó fizető önkormányzatból, keveset, de pontosan. És ezt a jövőben is szerintem meg kell tartani, hogy ami számla van, azt igyekszünk napra pontosan határidőre kifizetni, hiszen akkor várhatjuk el a minőségi szolgáltást, hogyha mi azt időben megfizetjük. A költségvetésünk különben ugye a képviselővel egyeztettem, hogy a kormány biztosítani fog a rezsi miatt némi többlet támogatást az óvodára. Ugye az óvoda a legnagyobb energiafelhasználunk, az nagyon durva. A heti gáz fogyásunk az óvodánál több mint 300 köbméter. Ezt ugye könnyen kiszámoljuk, van egy 800 forintos árunk, az 240 ezer forint. Hetente, most, amikor. Valamennyi napelem, ami felszerelésre került, tehát mind az önkormányzatban, mind az egészségházban azok termelnek, tehát azokkal jól állunk, szabados elszámolásban vannak. Novemberben le lett adva a készrejelentése a 20 kW-os napelemnek az óvodán. Minden papír átment, és várunk, hogy átvegye az EON. Volt egyeztetés a területgazdával is, még decemberben utána nézett, mondta, hogy kis türelmet kérnek. Ma is egyeztettünk, mindig mindenki türelmet kér nekünk, ez napi szinten nagyon komoly elszakiadás jelent, főleg a napkosüt alatt. Az infrastruktúra az megvan. Ugye a bölcsődei építkezésnél nincs napelem tervezve, lehetséges, hogy majd ahol leírjunk, akkor egy napelemet, ahol is természetesen teszünk. Te azon az oldalán még gázlat főzünk, van egy fagyban? Gáz. Viszont 20 kiló napelemünk van, tehát ezt. Azt fel kell vizsgálni, vagy? Hát a gázfogyasztásunk az nem a főzés miatt sok.
fűtés. Oké, de fűtés. De most azt mondom neked, hogy azért mondom, hogy nézzük át, mert a fűtés is ugye nem nagy költség, most mondom, hogy számtalan én is csinálom, hogy fölteszik a villanyhasználatokat, ugye. Aha. Ilyen elszámolásnál így megéri, mert a vízfizetésnél az EON bagatell összeget ad vissza. Ja, ahol... nem, az a lényeg, hogy kihasználni. Így van, ki kell használni, és rengeteget teszünk fel, tehát illet az államokat mindenhova. És nagyon jó a visszajelzést. Azt biztos, hogy meg kell vizsgálnunk az összes épületünkön, hogy a jelenlegi gázról érdemes átállni. De talán emlékeztek rá, augusztusban volt az, hogy 322 euró volt a gáznak az ára, hogy a holland tőzsdén mérik. Én talán mondtam akkor, hogy szerintem mindenki nyugodjon meg, lesz ez még 100 és kb. 100-on majd beáll. Nem tudom, hogy tegnap 56 alá esett. Tegnap esett 15%-ot még. Tehát messze alatta van a gáz ára, mint a háború megindulása előtt. Mert mindenki alkalmazkodott az új környezethez, mindenki elkezdett spórolni, gyakorlatilag a termelő oldalon többlet jelentkezett, a kínálati oldalon, a vásárló oldalon viszont nincs igény, ugye így ez lefele viszi az árakat. A kereslet kínálat, ez adja magát. Az biztos, hogy érdemes megnézni, hiszen megújuló energiáknak a felhasználása azt teszi azt lehetővé, hogy az üzemeltetési költségeink, a működési költségeinket gyakorlatilag a lehető legjobban levigyük. Tehát igen, ezzel kell foglalkozni minden intézményünknél. Ugye a legnagyobb gondunk továbbra is természetesen a 2021. szeptember 18-án átadott és beszédemben elmondott, ha nem lesz gázáremelés, nem lesz baj a kastéllyal, van baj a kastéllyal, 15 fokon temperálva, a múlt héten 270 köbméter volt a gázfogyasztásunk. Tehát nem tehetjük azt meg, hogy nem óvjuk az elkészült fejlesztést. A szakértő javaslat volt az, hogy 15 fokon temperálj, mert még ott van az, hogy a vízhalmazállapot, ami ott bomlik, és akkor megszűnik, tehát nem lesz akkor a páratartalom. Nagyon erősen küzdünk a kastélynál a páratartalom kérdésében is. Valamennyi nyílászárokba elhelyeztünk ilyen párolásszívókat. Kiszámoltuk, hogy egy évben 350-60 ezer forintba kerül, ami így szívja magába a párát. De mivel kicsi a rés a két ablak között, itt nem tudunk nagy pára elszívót beletenni, lehet, hogyha még tesszük bele még egyet, akkor jobban járunk, de ezzel is kvázi a megóvás, az épület megóváshoz azért lehetősen hozzá tudunk járulni. Tehát a kastélynál a funkció bővítés, ugye az már többször napirendi téma volt, hogy akkor hogy lehetne azt hasznosítani esküvők számára. Nekem meggyőződésem különben, hogy a pince kialakítása lesz igazán esküvőre alkalmas, mert a héten is voltak látogatók, és ott a pincét megmutatom, sincs nem ideg, csak elgyönyörkülök rajta, hogy ott 150 ember biztosan lehet ütteni. Míg fent tudjuk, 90-100 ember a plafon és szorongás van. Lent meg lehet csinálni. 20 méter, igen. Igen. Ugye ott elkezd... Csak valamelyik hát ott egy hónapon belül kipakolás van már a pincének. A pincének a alapvetően amilyen munkákat ott végezni fogunk, azt idén nyáron be tudjuk fejezni. Én megkockázhatom, hogy falunapra ott izén az kész. Nincs annyi meló, minimális villanyszedés melóban. Figyelj, nem kell gépészet, nem kell fűtenünk. Szellőztetni úgy fogunk, hogy nem falazzuk be az ablakot. Annak télen nem kell nyitva lenne. Az nyáron hűs, jó időt ad. Le kell rakni, ki kell termelni a homok alapból valamennyit, azt újból le kell rakni megfelelő kővel, ugye maradt nem az egész, ez nagyon sok padlóburkoló maradt, az egészségház tetteje azzal volt leburkoló, hogy az megvan, annak a visszalakása is. Tehát ott ezt meg tudjuk csinálni. A villanyt ugye a kastély felújítása során úgy alakítottuk, hogy rövidítjük a erős áramot. Tehát az lenne ott igazán jó, és azt azért lehetne jól hasznosítani kvázi rendezvények szempontjából is, mert zárható. Tehát ott mind az emeletre való felújítás zárható, mind a kiállító tér felé lévő zárható, mind a könyvtár felé zárható. És ott van fent vizes blokk, ami biztosítja a mellékhelységet.
Viszont ami nincs a tanulmosulatásra, és lehet ki kéne alakítani a lehetőt. Mert nincs erre. Igen, hát ez a tánctér tud meglenni, felszolgás, igen, azt tudta megkeresni, azt tudta megcsinálni. Jó? Hát és hát lehet, hogy sör kell foglalkozni. Igen, jó, ezt a kastélyvári. A költségvetésünk, az kollégák dolgoznak rajta, de bázislapon fogunk tervezni. Az biztos, hogy a kiadásaink az infláció miatt lehetősen nőni fognak, a bevételeinket viszont nem tudom, nem tudjuk úgy betervezni, hogy akkor bevételeink lennek. Az adóemelésekből eredő többet bevételek pedig el fogja vinni az infláció hozta a kiadás kiadás növekményét. Jó, a költségvetéssel kapcsolatban február 15-én fogjuk legkésőbb, ugye? Ez az. Hát igazából, hogy két körben kéri tárgyalni, vagy a jelenben. Igen, kettőben fogjuk tárgyalni, ez biztos. Szerintem a február 1 az túl korán van. Február 8-án lesz egy körös tárgyalásunk, költségvetés tárgyalás, akkor már előkészítik a kollégák, hozzuk soronként, végigrendjük. Az az a tipikus testvetülés, amikor én 3 órán keresztül kb. Beszélek, és megiszok egy ideviget. Az lesz 8-án, ott a testület még azzal kapcsolatban, hogy esetleg, ha bármilyen kérdések külnek, akkor azokat igyekszünk megválaszolni, beleépíteni minden, és akkor azt követően 15-én szerintem el fogjuk tudni fogadni, hogyha még bármilyen módosítás javaslat van, de így lesz a két kör. Jó? De bázison megyünk tovább. Jó. Ez így megfelelő a testületnek is? Jó? Oké. Okay. Én egyedül egy beszámolónak tartottam, tehát döntést én nem kérnék a testülettől, hanem a beszámoló elfogadását szeretném kérni a testülettől. Elfogadják a beszámolót, ilyen készültetésre. Köszönöm szépen, hát igen. Következő adórendeletek felülvizsgálatának ügye, hogy az előbb már a költségvetés ismertetése során felhívtam figyelmet a tisztelt képviselőtestületnek arra, hogy a bevételeinket nem tudjuk alapvetően úgy tervezni, jelentősen nőnének, viszont a kiadásaink az legalább az infláció mértékében mindenképpen növekedni fognak. Ettől függetlenül együtt érezve, hiszen együtt élünk a lakossággal, természetesen a településünknek továbbra sem célja az, hogy indokolatlanul adóval sújtsuk a lakosságot. A költségvetésünk során fel fogjuk vizsgálni a meglévő adórendeleteinket. Annyi jó hírem van, hogy adórendeletet törölni lehet, díjat csökkenteni lehet, viszont emelni nem lehet. És újat bevezetni sem lehet a 2023-as évben. 24-es évre be tudnánk vezetni újat, amiről most döntenék, de ugye eszünk ágában nincs ilyen. Reálisan én annak a lehetőséget látom most, hogy ami részben segíti majd a lakosságot, és részben segíti a vállalkozókat is. Ugye az új adórendeleteink értelmében a vállalkozókra kivetett adók mértéke nőtt a legjobban 2023-as évben, hiszen a 2022-ig lévő 1,8%-os iparőzési adó 10%-kal emelésre került, ugye ez 2%-kal került felemelésre, illetve ugye a vállalkozókat eddig is sújtotta az ingatlanadó, hiszen amikor az ingatlanadót bevezettük 2017 környékén, annak mindenképpen az volt a célja, hogy az üres ingatlanoknak a forgalmazása az induljon meg, szerintem ezt a célkörben elértük. Jelenleg a vállalkozásokat viszont továbbra is ugye sújtja így mértékben az ingatlanadó, így az ingatlanadónak a léte, a fenntartása az szerintem erősen megkérdőjelezhető, hiszen annak már nincs meg az a hozzáadott érték, amit annak idején, amit kivezettük, hiszen tényleg szépen fejlődik a települési módon. A kivetett kommunális adó, amit a lakosság számára már többször hírmondóban megjelentettünk, többször beszéltünk róla, testületi ülésen, közmeghallgatások voltak, hasonló, most megkapták írásban is. Szeretném megjegyezni, hogy nem kötelező kiküldeni írásban, ha kitettük volna az önkormányzat üzenőfalára, hogy ez van, ha olvasd el
és hogyha az kérdezik, hogy gyerekeit csalad le, akkor az is elégséges. Az önkormányzat mégis mindig úgy dönt, hogy a maximális tájékoztatásra törekszik a lakosság irányába, mindenki megkapta ezt a adórendelettel kapcsolatos tájékoztatást. Én megtanultam 2019. szeptemberében, hogy a közösségi média nem segít. Az, aki olyat ír, hogy nem volt tájékoztatás, az nem jön ki a szobájából, és lehet, hogy avatarként éri a mindennapjait, hiszen a tájékoztatás maximálisan teljes körű Csetén Községi Önkormányzat részéről. De a kritikát hallva, és a kritikára reagálva, mégis megjegyzem, hogy mindenhova oda tettük, és még kitettük most olyat is, hogy hogy törzs ki, hogy hova ír a nevedet, hasonló. Több telefont felvettem én is pénteken, hiszen ugye pénteken tudjuk, hogy az energia takarékosság miatt home office van a hivatal, és pénteken nagyon szeretek itt bent lenni, és mindig felveszem a telefont. És voltak, akik érdeklődtek, hogy akkor kedvezményre jogosultak. Tehát tényleg, amikor Csetén önkormányzata adót vett ki, az adókivetés az nem arról szól, hogy sarcoljuk a lakosságot. Olyan mértékű adót vetettünk ki, ami különben összeg szerint, bocsánat, de ez tényel, nyomolható. Tehát egy ingatlan esetében évente beszélünk 11-2 ezer forintról, és nem akarom sörben, cigiben mérni, vagy bármi, vagy kenyérben. Gyakorlatilag nem tétel. De ha 700-szor leszem, azzal mi gyakorlatilag fent tudjuk tartani elég szolgáltásainkat, két ember munkahelyét meg tudjuk őrizni. Mert most, amikor ilyen válságos éveket élünk most is, gyakorlatilag mit tudsz csinálni? Vagy csökkented a kiadásodat, vagy növeled a bevételeidet. Az önkormányzat így is számos szolgáltást végez, amivel bevételt szerez magának, hogy ne a lakosságra hárítsa át a működési költségeinek terhét. Ez egy olyan adóbért, amit ráadásul azt mondtuk, hogy ezért is még szolgáltatunk. Biztosítjuk, hogy az Európai Unió elvárja, hogy nem égethetsz otthon zöld hulladékot. A veszélyhelyzet ideig ez a szabályozás felfüggesztése került. A veszélyhelyzetnek kérem szépen, hogy így van, nem lehet otthon égetni. És kiindulva bármiből az emberek azt mondanák, hogy amit én akkor is mondtam az előfüggesztéskor, hát azért már csak elégetem. De ha fizetnek érte, akkor azért a gondolat tovább megy. Ha fizetek érte, akkor már cseszék meg, vigyük oda, ugye? Probléma lesz természetesen, hogy ki hogy tudja kihozni, de vannak utánfutók a faluban, eddig is ki tudtak vinni mindent, és ezért mondtuk azt, hogy az önkormányzat ugye pályázott egy újabb gépjárműre, és a meglévő régi platós autónkat valójában többek között 1000 CNC-ra is, akár bérbe fogjuk adni, akár emberőforrásra adjuk bérbe, hogy a zöld hulladék lerakásra kijelölt helyen, ott rendszerűen le lehessen lakni. Az is biztos, hogy a kijelölt hely, az be lesz kamerázva. És azért lesz bekamerázva, hogy nehogy már valaki szemetet rakjon bele. Tehát az is egy nagyon rossz gyakorlat most jelenleg, akik gépjárművel járnak, én főleg Várkonta irányába járok Veszprémbe, és meg biztonságosabbnak tartom a négysávos utat, egyre több szemét van Csetén és Jász között. De úgy van szemét kirakva, hogy zsákba. Az a legszín, amikor a zsákból kijöntik. Látszik, hogy zsákba volt, csak ki lett töntve. Tehát, hogy mi erre a jövőben is kimondottan figyelni fogunk. Tehát ez az adó, amit jelenleg az önkormányzat kénytelen volt kivetni, ezért is igyekszik szolgáltatást biztosítani a lakosság számára. És tudjuk azt, hogy minden változás fáj, és minden változást nehezen fogadunk. Csak szeretném emlékeztetni a testületet, hogy a rezsiválság eredményeképpen kénytelenek voltunk hozzányúlni az étkezési díjainknak a díjszabásához és a kedvezmények eltörléséhez. Jelentem, hogy szerintem 5% alatt van az, aki a mai napig visszamondta. Az elején volt egy, na majd én most otthon megmutatom, hogy hogy fogok főzni töredéke annyiból, ez volt ilyen 11-12%, és abból is 7-8% visszajött is. Akik visszamondták, azokat is megkérdeztük, hogy mi történt, és mondták, hogy családok összépöltöztek, tudunk rá főzni, ott még egy ember idejött hozzánk, elfér, tudunk rá főzni. Az önkormányzat szociális érzékenysége az továbbra is jelentős, hiszen akár itt fenzetileg a szociális tűzifa is,
Ha valaki később adta be, annak is juttattunk fát, megoldottunk, és ez ugyanígy igaz az étkezésre is. Viszont az étkezésnél még felhívnám arra a figyelmet, hogy az étkezési számlák kifizetésénél jelentős módosítást fogunk eszközölni a nem fizetők irányába, mert minden egyes nem fizető a fizető felekkel szemben gyakorol olyan magatartást, ami szerintem elfogadhatatlan, és ott a maga a kintlévési végrehajtását azt egy kicsit agresszívebben fogja végezni az önkormányzat, mert bár kicsi azoknak a száma, akik késve vagy nem fizetnek, de mégis mindenképpen aggasztó, és ezekkel mindenképpen módosítani kell. Az adórendletekből indultunk el, és jutottunk el így az étkezésig, és így, hogy ugye Valgőzsevel a képviselőről is egyeztettünk, meg tényleg beszéltünk a többi képviselővel is, hogy igen, ezeket felvizsgáljuk, és akkor a költségvetési üléskor gyakorlatilag ezekről is dönteni fogunk. A 8-án, tehát másikon 8-án lesz egy tájékoztatás, akkor hogy módosítjuk az adórendeleteket, és akkor mit vezetnénk ki, mit csökkentenénk, és másikon 15-én, a 8-án meghatározottak értelmében el fogjuk fogadni a 2023-ra vonatkozó költségvetést. Van esetleg kérdés? Vagy jó, teljes körül volt így a beszámoló. Jó, akkor nekem így röviden ennyi lett volna. Én nagyon szépen köszönöm a képviselőtestületnek a beszámolóját, Igen, nagyon köszönöm. Köszönöm szépen a képviselőtestületnek a jelenlétet. És akkor február 8-án még lényegesen hosszabb testületülésen akkor találkozunk. Jó, azt szerintem lehet, hogy majd meglátjuk, hogy esetleg hozzátok milyen visszajelzések érkeznek, a szükségesek, akkor azt meg tudjuk tartani a kastélyba is, esetleg lenne lakos, aki érdekelne. Ugye itt is ide tudna ülni, de hogyha esetleg van rá érdeklődés, akkor szívesen látjuk a biztos lakosságot. Jó, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, további szép estét, kikapcsolást mindenkinek.